Támogatunk a motoparts.hu, ahol mindent megkapsz, ami a motorozáshoz kell. Azt szokták mondani, hogy az elektromos járművek a jövő járművei, de ez abszolút mértékig nem igaz, hiszen ők már teljes mértékig a jelenünkhöz tartoznak. Erre egy kitűnő példa, mai tesztalanyunk, a New NGT okos robogó, smart robogó, ez a hivatalos titulusa. Ismerkedjünk egy kicsit meg vele, mert egy rendkívül figyelemre méltó pici járműről van szó. Első ránézésre a motor sziluettje az egy normál kis köpcentis robogónak felelne meg, abból egyébként a viszonylag testesebbek közé tartozik, de 50-esnek vagy 125-ösnek néznénk, holott 0 köbcentiméterrel rendelkezik, ugyanis, hogyha elkezdjük közelebbről megvizsgálni, akkor már kiderülnek a turpisságok, lévén, hogy hátul a kerékagy az egy teli kerékagy, tehát teljesen teli van a hátsó kerék, és egy ilyen nagyon gyanús kis Bosch feliratot is találunk rajta, ugyanis itt hátul egy a német cégtől származó 3000 wattos agymotort találunk, ami a pillekönnyű, mindösszesen 87 kg-os menetkész tömegű New NGT-t abszolút megfelelő dinamikával gyorsítja ilyen város-elővárosi kategóriában, lévén, hogy oda való a jármű. A többi részen, amit már megszoktunk, hogy hol milyen technikai elemek vannak egy motoron belül, itt is minden más, lévén, hogy ahol normál esetben üzemanyagot meg belső égésű erőforrást találunk, ott mindenhol akkumulátorok rejtőznek. Az első ezek közül az ülés alatt, amit hogyha kinyitunk, akkor azt látjuk, hogy nincs tárolóhelyünk, tehát itt egy mínuszpontot kapna elméletileg a robogó. Itt ugye egy akkumulátorunk van, ami egy mozdulattal kivehető, tehát lecsatlakoztatjuk és simán kivesszük. Ő egyébként a Panasonic-tól származik, és 35 amperóra kapacitású, 11 kg a tömege, és simán föl tudjuk vinni a szobába is, vagy az irodába tölteni. És hogyha kivettük, akkor azt látjuk, hogy egyébként, ahol ő elhelyezkedik, tehát ugye ezek a tartópontjai, ezek alatt azért még van hely, tehát ide mondjuk az esőruhánkat teljesen simán be tudjuk tenni, illetve, hogyha éppen benn van az aksi, akkor mögötte is még kesztyű, apróság, tárca, valami ilyesmi az el tud férni. Fontos dolog, hogy ez az akkumulátor, ez nem kötelező tartozék ahhoz, hogy mozgásképes legyen a jármű, mert hogy van még egy, ez két akkumulátorral érkezik a GT változat, hogyha őt otthon hagyjuk egy az egyben, akkor segédmotoros kerékpárként fog üzemelni, ami azt jelenti, hogy ilyen 45-49-es végsebességet fog elérni, és körülbelül 60 km lesz a hatótávja. Viszont, hogyha ugye kinyitjuk a motornak a lábtartó alatti részét, akkor azt látjuk, hogy itt is van egy másik csont ugyanolyan aksi, amit szintén egy mozdulattal ki tudunk venni, pontosan ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, és a két akkumulátor együttes használatával éri el a NGT változat a segédmotoros kerékpároknál lényegesen jobb dinamikát és lényegesen hosszabb hatótávot. Az ülés pozíció tulajdonképpen teljesen megegyezik egy megszokott nagy robogóéval. Ami különbség, ugye az ülés magassága az 78 cm, tehát igazából nagyon jól leérünk róla a földre. Ami egy picit meglepő, hogy mivel ugye itt van az akkumulátor a hasa alatt, benne a vázban, ezért így ez a váz rész ez eléggé húsos, ami azt eredményez, hogy a padlólemez is egy picit magasan van. Nagyon jó, kényelmes helyünk van, a kormányt is magasra megemelték, mégis akinek annyira hosszú lába van, mint nekem, hát annak muszáj lesz kifordítani a térdét a szűk fordulókhoz, de mondjuk halkan teszem hozzá, hogy ez ebben a méretosztályban számomra teljesen normális dolog. Fontos ugye, hogy mivel ez egy A1-es jogosítvánnyal vezethető, 125-ös robogónak megfelelő jármű, rendszámmal is rendelkezik, ezért itt Magyarországon is jogtisztán szállíthatunk utas. A hasznos terhelhetősége a 173 kg, tehát egyébként egyáltalán nem kevés, és így simán föl tudunk venni a amúgy nem is kicsi ülőhelyre, jó kapaszkodóval és kihajtható lábtartókkal még magunk mögé egy személyt, és akár ketten is tudjuk használni. Nyilván akkor a hatótáv is rövidülni fog a többletterheléstől, és a menetdinamika is egy picit romlani fog, de még mindig alkalmas arra, hogy városi környezetben haladjunk vele. A futómű és a fék terén mondjuk, hogy a méretosztályhoz elfogadható, nagyjából minimumot hozza a New NGT elől, két teleszkópot találunk, nem túl vaskosak. Egy picikét keményre vannak hangolva, tehát a ramatyabb magyar utakon viszonylag rázkódik a motor eleje, de nem elviselhetetlen, tehát mindennel együtt azt mondom, hogy együtt tudnék élni vele minden további nélkül. Elől is, meg hátul is 12 colos kerekünk van, elől 90-es, hátul meg 120-as gumiabroncs feszül rajta, mindenhol van tárcsafékünk,
Elől van egy 220-as tárcsa, hátul egy 180-as, és azt látjuk, hogy egy ilyen ABS-ünk az nincs, viszont egy kombinált fékrendszerünk az van, tehát mindegyik fék mindenhova fog majd dolgozni. Az első fékrendszer is dolgozik előre is, hátra is, meg a hátsó fékrendszer is dolgozik előre, meg hátra is. Hátul egyébként két darab oldalanként egy-egy darab, tehát összesen két darab rugóstagunk van, amelyeken előfeszítést azt tudunk állítani. És ugye még egy nagyon fontos dolog, hogy amikor már legalább 94%-ra lemerült az akkumulátorunk, akkor onnantól kezdve, amikor fékezünk, tehát csak simán húzzuk a két üzemi féket, akkor ki is írja a műszerfalra, hogy regenerative brakinget, vagyis energia visszatermelő fékezést hajt végre, ilyenkor hátul az agymotort, azt ő generátor üzembe kapcsolja, és egyrészt kiméli a fékbetéteket, másrészt pedig energiát termel vissza az akkumulátorokba. A kezelő szerveknél picit eltérünk a megszokottól. Ugye indító gombunk az csupán annyit csinál, hogy ready állásba teszi a motort, és innentől már menetkész, illetőleg innen ki tudjuk venni. Van egy vészvillogónk, ezt hallgassátok meg? Tehát a vészvillogó is, meg a normál irányjelző is bimbammol, hogy a gyalogbékák hallják, amikor mi fordulunk. A jobb oldalon van még egy üzemmód kapcsolónk, amivel ugye a különböző üzemmódokat tudjuk állítani, ezeket majd mindjárt menet közben megnézzük, és akkor a bal oldalon van ugye egy fénykürtünk, meg egy reflektor kapcsolónk, van ugye az irányjelzőnk, amivel kapcsolatban érdekesség, érdemes megjegyezni, hogy amikor befordulunk egy utcasarkon, akkor ő GPS alapon, mert hogy okos robogó, még egyszer mondom, GPS alapon fogja nekünk kikapcsolni az indexet. Van még egy ilyen egyszerű kis dudácskánk, és még sebességtartó automatikát is kaptunk, tehát megnyomjuk ezt a gombot, akkor onnantól szépen tartja a tempót síkúton a New NGT. A motor beindítása egy picit eltér a hagyományos motorokétól, adunk gyújtást, életre kell a gyönyörű szép színes LCD műszerfal, és a jobb hüvelykujjunkkal csak simán megnyomjuk az indító gombot, ettől kiírja ide, hogy ready, és néma csöndben innentől ő menet kész, ami azt jelenti, hogy elcsavarom a gázt, és már meg is indul. Három üzemmódunk van, amit itt tudunk állítani a bal hüvelykujjunkkal. Van az E-szép üzemmód, ami tényleg a csigabiga gyereki, tehát ez ilyen egészen-egészen lassú körülbelül ezzel, tehát ez arra való, hogy akármeddig eljussunk vele, így egyébként 160 km-re rettenetesen sokra teszik a hatótávolságot. A normál üzemmód az a Dynamic, ez felel meg körülbelül egy segédmotoros kerékpárnak, tehát ezzel azért egy olyan normális 45-ös, 49-es sebességet érünk el, és akkor, hogyha áttesszük a sportmódba, akkor szépen megindulunk, és kényelmesen, komótosan gyorsulunk, akár a 70 környéki végsebességig, ez egy tök egyenletes gyorsulással éri el, és nagyon kényelmesen képes tartani is. Amikor pedig fékezünk, akkor mindig látjuk, hogy már a regenerációs fékezést azt ott ki is írja, és termeli vissza az áramot. Egyébként itt nem fordulatszámmérőnk van, hanem egy ampermérőnk alul, amelyik fékezéskor is mutatja, hogy mennyit termel vissza a robogó, és gyorsításkor is mutatja, hogy hogyan használjuk az akkumulátorból az áramot. A gyakorlati tapasztalatunk most már 577 km megtétele után az, hogy normál körülmények között dinamikusan, a motorhoz képest tök dinamikusan motorozva is a 100 és 120 km közötti hatótávot az full kényelmesen tudja. Nézzük még egy picit meg, hogy mitől okos robogó, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes része az egész motornak. Nem csak attól, hogy kikapcsolja az indexet, meg bimbammol, hanem kapunk hozzá egy mobil alkalmazást. Itt a telefonomra ez le van töltve, és ez össze van párosítva az adott motorkerékpárral, tehát egy NIU alkalmazás, ezt szépen én elindítom. Beköszön, mutatja a szignált, és már kapcsolódik is. Ő a fehér bemutató motor, mutatja helyesen a színét, mutatja, hogy most éppen le van állítva a motor. Ahogy én ráadom a gyújtást, powered on, tehát már tudja, hogy gyújtáson vagyunk. Mindig látom az aktuális töltöttséget, látom, hogy hol vagyok, tehát pontosan látom mindig a robogónak a helyét. Kapok időjárást, látom az előző útjaimat, tehát simán vissza tudom nézni, hogy az előbb, mondjuk amikor csináltuk a felvételt, akkor mentem itt 2,8 kilométert, és így motorozgattam itt föl alá, ahogy csak simán mondjuk a futóműnek rögzítettük a felvételeit, de az összes korábbi utunk az ugyanilyen szépen megvan, tehát látszik, hogy mikor, merre jártunk, vissza is lehet követni, és egyébként nem csak a saját telefonunkat, hanem egy rendszergazda telefont is tudunk párosítani, tehát mondjuk, ha a gyereknek veszünk ilyet, akkor mindig látjuk, hogy hol van és mit csinál, férjek, kicsit figyeljetek. Ugyanígy látunk statisztikákat,
hogy melyik nap mennyit robogóztunk vele, például tegnap 93 km tett meg alattunk 42-es átlagsebességgel, 79-es csúcssebességgel, tehát minden ilyen statisztikát ki tudunk olvasni, le tudjuk olvasni, hogy milyen állapotban van az akkumulátor, azon kívül tudunk smart checket végrehajtani, tehát lekérdezi a motor összes paraméterét, szoftvert frissít rajta, és minden egyebet megcsinál. Tehát egészen elképesztően kitágítja a használhatóságot. Ez a telefontartó, ez gyári tartozék, tehát ezt föl lehet tenni a motorra, mert hogy gyakorlatilag ennek így itt van a helye teljes egészében, tehát ő nekik normális az, hogy az okostelefonom ide ki van téve. Kaptunk is hozzá egyébként egy vízálló töltőcsatlakozót itt az idomon, tehát itt az USB csatlakozó, simán összedugom a telefonnal és töltöm menet közben, tehát természetes alkatrésze ez gyakorlatilag az egész járműnek. Ha már itt tartunk az idomnál, akkor még itt van egy ilyen akasztókamponk, amire ugye föl tudunk tenni mondjuk egy szatyrot, ami itt fityeg, és van egy ilyen pénztárca, kesztyű vagy bárminek a tartására alkalmas nyitott rekeszünk is. Az teljesen értelemszerű, hogy minden világítás ledes, hogy ne fogyasszuk különösképpen az akkumulátorokat, mivel ugye ez a motor most már egy jó heten nálunk van, és most már közel 600 km-t elmászkáltunk vele, többen is, tehát így sikerült végre éjszaka is használni, ugye van tompítottunk, refink, mindegyik teljesen fénydiódás, és borzasztóan jól is látunk vele, tehát óriási eredmény, hogy végre egy ledes lámpa, amivel ilyen városi, meg kicsit városon kívül is mászkáltunk, különben körülmények között tök jól látunk. Összességében a NIO NGT egy borzasztóan jó robogó. Egy dolog fontos, hogy engedjük el ezt a makacs foggal körömmel ragaszkodást, hogy mer nincs hangja és nem hörög meg, nem üvölt. Persze, van a motorozásnak az a változat, amiben azt élvezzük, hogy hörög meg üvölt, ez egy mindennapi közlekedési eszköz. Néma csöndben változtatunk helyet. Az ára mondjuk nem filléres tétel, mert kicsit 1,5 millió forint fölött van, de ezért egy egyébként elég jó 125-ös robogónak megfelelő holmit kapunk, amivel aztán onnantól kezdve nagyságrendileg, és ezzel kezdjetek el kalkulálgatni, 90 fillérből teszünk meg 1 kilométert. Naponta 100 kilométert biztosan meg tudunk tenni tök kényelmesen, nagyon-nagyon kulturáltan és jól közlekedve, és közben semmilyen káros anyagot nem bocsájtunk ki. Az akkumulátor hosszú ideig fog tartani, az egész motor annyira masszív és annyira jó minőségérzetet kelt, és egyébként most már azért ezzel vannak nemzetközi tapasztalatok, hogy biztos, hogy egy tökéletes befektetés, egy picit programozzuk át az agyunkat, és élvezzük ezt a fajta motorozást, mert ez is az. Amennyiben tetszett a videón, kérjük nyomj rá egy lájkot. A cikk alatti leírásban megtalálod az írott tesztet is, illetőleg ott találsz egy linket, amin keresztül támogathatod munkánkat, ezt egyrészt nagyon szépen megköszönjük, másrészt minden videónkat megjelenése előtt el fogunk neked küldeni. Kérjük, hogy iratkozzál is fel a csatornánkra, hogyha még nem tetted, és nézd meg korábbi munkáinkat is. Köszönjük a figyelmet!